Nézzük, hogy milyen kulturális programok várják az érdeklődőket Gyöngyösön és környékén. A hagyomány folytatódik, augusztus 26-a és 28-a között újra kinyílnak a pince és gádorajtók a mögöttem látható Patai pincefaluban. A 6. vulkanikus borok fesztiválján a borászok mellett lesznek majd népzenészek, helyi gasztrósok és kézművesek is. Augusztus 16-án, kedden este 7 órakor nyáresti orgona koncertre várják az érdeklődőket a Szent Bártalan templomban. Az orgonánál Kaposi Bruno, a trombitánál pedig Seidel Dénes lesz. Augusztus 24-én 18 órától a Kishablány című zenés mesejátékot hozza el Gyöngyösre a Fogi Színház. A mesejáték a Mátra Művelődési Központban lesz. Hosszú évek óta hagyomány, hogy augusztus végén együtt kalandozunk a Zaj Fesztiválon a Mátra mélyén. Ez 2022-ben sem lesz másképp. Idén augusztus 17 és 20 között elhozzák majd nektek a nemzetközi felhozatal legkülönlegesebb égköveit, illetve a hazai széna legizgalmasabb előadóit. A programokhoz nyugi kapcsolódást kívánok! Most pedig a mozi ajánlóval folytatjuk. Végre eljött az év egyik legjobban várt animációs filmje, a DC Szuperállatok Ligája. Az Igazság Ligájának összes tagját így Superman-t is elrabolja, egy legfőbb főgonosz, és Kripto szuperkutya magára marad. Mit is tehetne mást? Mancsába veszi az irányítást. Különös társaságot terel össze, egy bamba vérebet, egy pocakos malacot, egy nem túl gyors teknőcöt és egy nagyszájú mókust. Velük együtt veti bele magát a mentőakcióba. Hamarosan. Szóval, te egy kutya vagy. Hát én meg Batman. Nem vagyok nagy állatbarát. Én sem vagyok nagy emberbarát. Elég nehéz gyerekkorom volt, biztos azért. Gyermekként elvették tőlem a szüleimet. Kölyökként elvettek a szüleimtől. Megacéloztam a lelkem. Elrejtem az érzelmeimet. Senki sem talál részt áthatolhatatlan pajzsomon. Ez uncsi. Ez nagyon nem higiénikus. Minden nap együtt lógunk Szupival. Megvagy! A pasi lábanyomát nem csókolgatod? Nincs neki, mert repül. Batmannek nincs társa, csak néha Robin. Meg Alfred, meg Gordon főkapitány. DC Szuperállatok Ligája. Na, mit hoztam neked? Gumi Bruce! Gumi mi? Ajánlom, hogy legyen rajta a védjegy, különben üttek. Csak a mozikban. Technikai okok miatt átmenetileg csak ezt és a Gyilkos járat című filmet lehet megnézni. Ennyi volt már a moziklip, a részletes moziműsort a gyongyosmozi.hu oldalon találjátok, ugyanitt pedig online is tudtok jegyet foglalni. A filmekhez jó szórakozást kívánok! A mai adásban itt a Püspöki úton található Olajba főtt Szent János templomot mutatjuk be. Kalauzunk Tóth Zoltán lesz, aki a jelenleg zajló régészeti feltárás vezetője. A Dobó István Vármúzeum részéről ugye már jó pár évvel ezelőtt elkezdődött egy régészeti feltárás. De mielőtt még itt az aktualitásokról beszélnénk, nézzük azt meg, hogy mikor épült ez a templom ide. Igen, azt kell tudnunk róla, hogy itt a Püspöki város részen ez a templom az 1760-as években épült fel. Ez mondhatni egy barokkori templom, ami itt mögöttünk látható, viszont ennek az előzményei nagyon korai időszakra nyúlnak. Ez így az Árpád korban kezdődött el itt az itteni megtelepedés. Az első templomnak a pontos keltezését nem tudjuk, a temető alapján láthatjuk, hogy a 11. században már itt állt egy korai templom az Árpád korban, ezt később átépítik a középkorban, és ennek a középkori templomnak a egyes falsíkjait felhasználják a barokkori építésnél, ezt majd látni fogjuk az egyes falsíkoknál, hogy a 2000-es évek első felében megtaláltak ajtóbejáratokat, ablakkiállásokat, tehát hogy vannak középkori előzményei, amelyet itt a barokkori templomnál felhasználtak, és akkor a mai látképét így a 18. században érte el a templom. Ilyen jellegzetes az is, hogy fallal van körbevéve.
Így van, tehát alapvetően azt kell tudni, hogy az Árpád korban ezt a falat végül is majdnem minden templom körül láthatták az egykor élő személyek. Ezek a falak idővel elbontásra kerültek, használaton kívül kerültek. Ez a mai fal, azt kell tudni régészetileg, hogy nagyságrendileg itt a körülöttünk álló házaknak a nyomvonalában indulhatott még így az ezres évek elején, tehát az államalapítás környékén. Ezt követően valószínűleg a mongol pusztítás során volt egy tereprendezés itt püspöki városrésznél, és a 13. században volt az, hogy a mai nyomvonalát eléri a falsík. Itt a falnál látható például többek között kulcsuk alakú lőrés is. Ez egy jellegzetes építési típus, ez egy védelmi funkciót szolgál, ez a 15-16. Századra keltezhető. Tehát már vannak olyan falsíkok, amelyek másodlagosan a ma látható falba beépültek. Ez a falszakasz nagyjából a 18. századi képet mutatja itt körülöttünk. Jó, akkor nézzünk be. Jó, rendben, nézzük. Ki volt Olajba Főtt János, kiről kapta a templom a nevét? Olajba Főtt János Jézusnak az egyik tanítványa volt. Ő is kiemelt szerepet játszik Jézus életében. Többek között ő volt az, aki a Golgotára is elkísérte Jézust, és az ő gondjari évre bízta Szűz Máriát, az édesanyját. És hát későbbiekben Szent János is természetesen a térítő tevékenységet folytatta, és ebben az időszakban ugyanúgy a rómaiak hát üldözték a keresztényeket. János se kerülhette el azt a sorsot, hogy elfogták a rómaiak, és a nevét onnan kapta, hogy hát olajban főzték meg, de annak ellenére, hogy ő nemhogy meghalt, hanem megfiatalodott, és sértetlenül kikerült az olajból. Tehát úgymond ez a gyógyulás, illetve ez a csodatétel volt az, akiről úgymond ő a nevét kapta. A középkori templom alatt is találtak emberi csontokat, maradványokat. Mikor kezdődött el itt az a régészeti kutatómunka, ami éppen jelenleg most is zajlik? 2013 óta így a templomnak a déli fala mellett, a kerítő fala mellett kerültek elő, hát akkor még szennyvízberuházások során az egykori templom körüli temetőnek a maradványai, és 13 óta ez már a negyedik ásatási szezonunk, amikor információkat tudtunk meg így régészetileg az itteni temetőről. A templomon belül is így van, hogy mondod, végül is egy korai árpádkori templomot feltételezhetünk. Hát ezt pontosan azért nem tudjuk, mert nem találtuk meg eddig a részleteit, de itt a mai padozatok alatt, illetve a belső részen itt ugyanúgy a templom falait, illetve nem hogy a korai templom falait, hanem temetkezésekre is számíthatnánk, mivel hogy hát természetesen burkolatot mi nem bontjuk meg, csak hát olyan értelme indokolt esetben, ha van egy templom felújítás, amikor felszedik, akkor szokott a templom belsejében régészeti feltárás történni. Tehát addig, amíg esetleg itt nem fog egy nagyobb felújítási munka megtörténni, a korai időszakról nem tudunk ismeretekkel rendelkezni. Azt sem tudjátok, hogy kripta van-e a templom alatt? Kriptára utaló jel nincs, tehát feljegyzésekben nem volt, külső oldalon, amikor falkutatások voltak, nem kerültek elő a kriptára, a kripta lejáratra vonatkozóan, de hát a kripta belül is nyílhatott, de nincs olyan lejárati rész, amiről azt mondhatnánk, hiszen sok templomban, többek között itt is Gyöngyösen a ferenceseknél, vagy a Szent Bertalan templomnál is alá kriptázott, tehát hogy jogos a kérdés, itt nem tudunk róla, hogy lenne kripta. De kint, a falon belül és kívül is találtatok csontokat, úgyhogy azt nézzük most meg. Találkoztunk Bárinné dr. Gállád itt az udvaron, aki jött megnézni a sírokat, úgyhogy most vele együtt folytatjuk a kalandozásunkat. Itt vagyunk most a szentélynek a külső keleti oldalán. Jelenleg a mostani ásatás idejében 2 sírt láthatunk. Van egy nyugat-keleti tájolású, amely úgymond csizmapatkó látszódik itt a lábnak a végén. Ez egy viseleti darab, ez már a 15. századtól is megjelenik. A sírt inkább úgy a 16-17. Századra keltezhetjük, valamint van mellette egy gyereksír.
Itt a koporsónak a fa lenyomata is látszódik, ezek lucfenyőből készültek, legalábbis az előző ásatási szezonban itt mellettünk tőlünk jobbra két további sírt találtunk meg, tehát ezen a helyen már 4 sírt ismerünk, amelyet ki tudtunk mondani, fel tudtunk tárni, és azoknak a faanyaga lucfenyőre utal, tehát hogy meg tudta a szakember ezt vizsgálni. És sajnos itt a gyerekcsírnál látható, hogy a csersav annyira megette itt a lucfenyőnek az anyaga, hogy igazából egy medencecsontból maradt egy nagyon pici kis foszlány, de a többi gyerekcsont az úgymond felszívódott sajnos így az elmúlt évszázadok során. Az, hogy hogyan temették el az embereket, milyen irányba, az mitől függött? Itt a keresztény gondolkodást kell átlátnunk, hogy a keresztény gondolkodásban azért van itt a nyugaton a fej, és keletre néznek az elhunyt személyek itt ezeknél a síroknál, hiszen a felkelő nap, a keletről jövő fény az úgymond a feltámadásnak a szimbóluma, tehát ezért van úgymond az irányítások nyugat-keleti tájolással. És akit nem így temetnek, mert úgy tudom, hogy találtatok egy olyat is, ami nem így tájolás szerint volt eltemetve. Igen, kettő olyan sírt is ismerünk. Egyik az ez a gyermek, aki itt most észak-déli irányítással van. Az ő okát nem tudjuk pontosan, hiszen tökéletesen illeszkedik a feltárt környező síroknak a körvonalához, hogy őt most miért temették észak-déli irányba, ennek nem tudjuk az okát. A falon kívül még az első ásatási szezonban 2013-ban volt egy fordított és egy zsugorított temetkezés. Az úgymond néha, vagy az elhunytól való félelemnek, ezek néprajzi párhuzamok alapján tudhatunk mi is egy-egy példát mondani, az adott konkrét esetet nem ismerjük írott források hiányába, de többnyire az elhunytól való félelem az, hogy egy rendellenes temetkezés a földbe kerül. És mennyire függ össze a két ásatásotok? Ugye ott az honfoglaláskori, ez középkori, az azért úgy érdekes történeti szempontból, meg helytörténeti szempontból is, hogy ezek valahol ugyanott jelennek meg. Igen, tehát itt a temetőnek az kifejezetten a fontosság a Kárpát-medencei szinten is, hogy nagyon ritkán találjuk meg azt, hogy egy honfoglaló temetőt felül rétegez egy úgymond keresztény árpádkori temető. Erre igazából egy-két példát tudunk jelenleg mondani. Lehet van több is, de hát ez kutatottsági hiánnyal is magyarázható. Viszont ez tényleg nagyon érdekes, hogy ahol úgymond egykor a pogány ősök temetkeztek, az egyház nem mondta azt, hogy egy másik területen szenteljük fel az újabb árpádkori templomnak a helyét. Valószínűleg erős volt a közösségi nyomás rajta, ahol nagypapa, nagymama eltemetkezett, mi is oda szeretnénk temetkezni, és akkor az egyház ezt jóvá hagyta, hogy itt a környező területet itt ezt felszentelték, fallal körbevették. És az miért? Ez most csak egy... Tehát ez egy tudatos keresés volt, vagy pedig itt úgy ástatok Igen. kutatóárkot. Hát amikor kikerültünk a 2013-ban a területre, az egy régészeti szakfelügyelet volt itt a Szent Józsi beruházás miatt. Az úgymond, az volt az a projekt része ennek a területnek. Azóta tervszerűen ásunk. Itt a kutatásnak az egyik célja az, hogy a legintenzívebb rész itt a szentélynek a keleti oldalra, hiszen a keresztények próbálnak az oltári szentséghez minél közelebb temetkezni ebben az időszakban. Hát aki teheti, az a templom belsejében fog temetkezni, de aki nem, akkor így a prioritás így a szentélynek a keleti oldalára tehető. Illetve a másik, tehát ez volt az egyik koncepció, hogy megnézzük az úgymond legintenzívebb részt, mit mutat. A másik pedig, hogy a falon kívül tudtuk körvonalazni azt, hogy aki a jelenlegi falon kívül van, azok tisztán árpádkoriak, tehát a 13. századnál későbbre nem keltezhetőek. Valószínűleg a mongol időszak előttig tehető annak a temető résznek a használata, aki a falon kívül van. Jó, akkor nézzük most meg azokat. Jó, is. Jó, megmutatom. Az bent is elmondtad, hogy a falon kívülre a kitaszítottakat temették. Hány darab sírt találtatok a falon kívül? Igen, hát a falon kívül csak akkor, amire teszik a kitaszítottakat, amikor persze bizonyos esetek vannak. Ők szerencsére a templom körüli temetőhöz tartoznak, tehát a falon kívül. Az az egykori fal, amikor őket eltemették, a mai házak alatt volt látható. Jelenleg itt a külső részen 45 sírt tártunk fel így az elmúlt 4 ásatási időszakban. Most összesen 8 sírt láthatunk így részleteiben, hiszen az árpádkori temetőknél azt kell tudnunk, hogy a falon belül egy viszonylag szűk területen
temetik el az adott személyeket, és hogyha leásol egy sírt, nagy valószínűséggel egy korábbi halottnak a vázait találod meg, és mint ahogy itt is egyes részeken látható, sokszor az elhunyt mellé, az sírgödör oldal falára elhelyezik a korábbi halottnak a maradványait is, tehát nem dobják ki a sírgödörről, mert erre is van sajnos példa, hogy nem tudjuk, hogy hova kerültek a csontváznak a többi részei. És azt, hogy milyen neműek és korúak, azt mikor határozzátok meg, vagy hogy határozzátok meg? Hát az idejében már ezt meg fogjuk tudni. A helyszínen nagyon nehéz erről véleményt mondani, hiszen az antropológusok, az embertani szakemberek azok, akik erről véleményt szoktak mondani. Ők is azért egy több pontos listából álló eredményt szoktak összeállítani. Döntő többségében mondjuk a koponya az, amely meghatározza mondjuk egy adott személynek a nemét, például, hogy férfi vagy nő volt-e. Tehát azt kell tudnunk, itt az eltemetett személyeket felszedjük, megtisztítjuk, megmossuk a csontokat, és ezt követően kerül az embertani szakemberhez, aki már egy antropológiai véleményt ír az adott temetőnek az embertani anyagáról. Edith, milyen jelentősége van ez történés szemmel ezeknek a csontoknak és ennek a kutatásnak? Hát ennek mindenképpen nagyon nagy, hiszen ahogy Zoli is mondta, tehát ezek az itt feltárt csontok és a feltárt régészeti anyag is egy teljesen új vetületben mutatja meg ennek a püspöki résznek, de ehhez kapcsolódva Gyöngyösnek is a régmúlt történetét. Nagyon-nagyon izgalmas a 18-as, ha jól emlékszem, ugye 2018-ban ástatok, roppant izgalmas az ásatási rész, tehát, de ugyanakkor ez is, hiszen ez egy nagyon-nagyon korai templomhoz kötődő korai rész. Érdekes lenne, ha lehetne emellé valamilyen levéltári anyagot tenni, hogy ugye az ember esetleg személy szerint, nyilván itt nem tudjuk, hiszen nincsenek keresztfánk, nincs rajta a neve, de mondjuk régi összeírásokból legalább neveket kiszűrni, hogy kik éltek itt egykor, és nyilván nem mondhatjuk azt, hogy ez Kis Tamás, vagy Nagy Zsolt, vagy akárkicsoda, de adni ennek a területnek egy olyan történet, és ennek az ásatásnak is egy olyan történeti hátteret, ami egy icike-picikét még személyesebbé tehető, hiszen az emberek mindig azt szeretik, hogy mi a még személyesebb. Tehát én biztos vagyok benne, hogy akik nagyon-nagyon régen, vagy akik családja nagyon-nagyon régen püspökiben él, vagy élt, azoknak most úgy elkezdett úgy járni a fejébe, hogy vajon kik lehetnek ezek, akiknek itt talán majd egyszer erre is fény derül, hogy kinek a leszármazottai találhatóak itt, tehát nem elképzelhetetlen. Nem, főleg itt a falon belüli résznél azért nagyobb a valószínűség, hiszen minél fiatalabbak az elhunyt személyek, az eltemetések, annál jobban lehet akár a levéltári anyaggal ezt összevetni, különösen, hogyha esetleg egy olyan tártípus van, amely az adott családra jellemző. Nagyon szépen köszönöm, hogy körbejártuk a sírokat és itt a kutatást megnéztük. Tőth Zoltánnak, aki régész és a Dobó István Vármúzeum részéről vezette a kutatást, és Bárindai dr. Gál Edith történésznek is. Én köszönöm, hogy befogadtatok, mert ez tényleg egy ilyen... ez véletlen ilyen, volt, igen. Ez egy nagyon véletlen találkozás. Volt, az idei Muzsikál az Erdő Művészeti Napok sástói rendezvény helyszínén koncertezett Pál István Szalonna és bandája. Most ebből láthatunk egy részletet. Szabadulására.
Anyámnak, anyámnak szívbéli cinege madár, amlákidban haltam, kedves fiúdám. Miért nem jöttél bennyed, cinege madár? Féltem a szúrottól, kedves fiúdám. Miért nem jöttél bennyed, cinege madár? Féltem a szúrottól, kedves fiúdám. Nincs itt hun az údom, cinege madár. Laska jár bőben, hidakat csinál. Jóvai vannak, hamar hazaér. Jaj, lesz nekünk rózsám, hogyha nálad ér. Rosszvai vannak, nem ér ma haza. Mulathatunk rózsám egész éjszaka. Én mindig igyekszem úgy formálni a muzsikákat, hogy ne csak tehát ilyen nagyon tudományos, nagyon kutatói dolgokat mutassunk be, hanem sok olyan általános népzenei dolgot játszunk, amit az emberek vagy Kodály Zoltánnak valamelyik művéből, vagy az énekeskönyvből, vagy valahonnan ismerik és kapcsolódnak hozzá, és akkor azzal együtt eljutni oda, hogy velünk énekeljenek. Úgy gondolom, hogy minél jobban az élményt kell átadni, hogy részese legyen a közönség is az együtt éneklésnek, a muzsikálás örömének, és aztán ki a maga módján közelebb kerül a népzenéhez, és eljuthat egészen a fonográf hengerek hallgatásaig, ami recseg, ropog, és szinte csak a népzenészeknek, meg a kutatóknak érdekes, hiszen tényleg ma olyan minőségben van, hogy egy dallamot alig tud az ember meghallani, és nekünk ez népzenészeknek nagyon fontos, hiszen megvannak még azok a fonográf lemezek, amiket Bartókék vettek föl, tehát megvan az a fajta 100 éves időszak, amikor ezeket a muzsikákat fölvették, úgyhogy mindig ténylegesen igyekszek a közönséget bevonni, hogy velünk énekeljenek, érezzék jól magukat, és egy pár szót mondani arról a vidékről, vicces történetekkel fűszerezni, amiket mi magunk megéltünk. Köpönyeget veszek. Búval is bánattal kizsinóroztatom, sűrű könnyeimmel kis gomboztatom. Ha kiindulsz Erdély felül, ne nézz rózsám visszafelül, szívednek ne legyen nehéz, hogy az idegen földre mész. Idegen földön jártom ma. Megvan ez az ereszkedő típus dallam, ami nagyon sokba benne van. Valahol egy kanász dallamban van meg Somogyba, van, ahol egy legényesben van meg Kalotaszegen. Tehát, hogy megismered a típust, azt a hangkészletet, mégis annyi variációja van a Kárpát-medencébe, ami tényleg gyönyörűbbnél gyönyörűbb variációk. És ezt próbáljuk, ugye eljátsszuk az eredeti dallamot is, amit Kodály Zoltán földalgozott, amit Fölszállott a pávát nagyon sokan ismerik. De a különböző variációt, gyönyörűen kihallható lesz az, hogy mi az útja a dallamnak. Thank you.
Szerintem az a népzene szépsége, hogy az emberekről szól, és az emberektől embereknek szól. A másik az, hogy egy őszinte dolog, és az egész emberi életet végig kíséri. Tehát a születéstől egészen a halálig minden sorsfordulóban, örömben, bánatban, minden benne van. Ennyi volt már a Nézőtér, hogyha bármiről lemaradtatok volna, műsoraink visszanézhetőek a YouTube csatornánkon. Most pedig jön Alinda is vendége. Mi pedig legközelebb egy hét múlva találkozunk, ugyanígy vasárnap 18:20-kor. Addig is kellemes hetet kívánok, a viszontlátásra, sziasztok!